Gyerekzsivajtól volt hangos a napokban a városi sportcsarnok, ugyanis húsvéti játszóházat szervezett a Diriné Kulturális, Turisztikai Sportközpont és Könyvtár a helyszínen. A gyerekek láthatóan igencsak élvezték a programot, melynek egy része a kézműves foglalkozása a húsvéti készülődésről szólt. Azonban emellett számos érdekes játékot is kipróbálhattak a nap folyamán a lurkók. Tudtuk meg Kovácsné Kerekes Katalintól, a Diriné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár munkatársától. A délelőtt folyamán a népi játszótér elemeit próbálhatják ki. Nagyon népszerű a kosaras hinta a gyerekek körében, illetve különböző ügyességi játékokat is kipróbálhatnak, valamint kézműves foglalkozás, logikai és ügyességi feladatok. A Máltai Szeretetszolgálat szervezésében nagyon népszerű az arcfestés és a tojás díszítés, valamint színezőkkel és logikai feladatokkal vártuk a gyerekeket, illetve délután majd a nagyobbakat a römikab játékra várjuk nagy-nagy szeretettel. Egy kis készülődés a húsvétra, ez a mai mottónk. Kovácsné Kerekes Katalin elmondta, láthatóan nagy igény van az ilyen jellegű rendezvényekre. Népszerű a gyerekek körében, most is nagy a nyüzsgés. Van, aki egy-egy tanítási órára tudott eljönni most, és egy 45 percre vette igénybe a játszóház szolgáltatásai, de vannak, akik már itt vannak hosszabb ideje, és úgy látom, hogy szívesen töltik itt az idejüket. Van rá igény. A Máltai Szeretetszolgálat karcagi csoportja, mint minden évben, ezúttal is bekapcsolódott városunk húsvéti rendezvényébe. Kézműves foglalkozással, illetve arcfestéssel várták a gyerekeket. Hoztunk húsvéti kézműves dolgokat, nyuszikát, tojást, amit mi elkezdtünk, a gyerekeknek kell befejezni, valamint arcfestéshez különböző sablonokat. Minden gyermektől megkérdezzük, mi szeretne lenni, és akkor a gyermek arcára varázsoljuk az álmát. Cica, kutya, oroszlán, pókember, ki mit szeret, kinek melyik a kedvenc mese figurája. Nagyon élvezik a gyerekek, nagyon szeretnek az állatok bőrébe arcfestésen keresztül is bújni, illetve a kézműves foglalkozás keretében készített dolgokat nagyon szeretik szintén. Hazaviszik anyukának, nagymamának, kistestvérnek, nagytestvérnek, tehát szinte jó az arcukat látni, mikor elkészül egy-egy ilyen kézműves dolog, hogy örülnek. Ahogy hallottuk, a gyerekek számos játékot kipróbálhattak a rendezvényen. A szórakoztató eszközöket a Mosolyudvar játszótér tagjai hozták el városunkba. A körhindát azt nagyon szeretik, a körhindát. Tekézni is nagyon szeretnek. Van patkódobáló, van a hordónk is. Azt is nagyon szeretik, most épp ottan ülnek fel rajta. Úgyhogy minden népi játékot szeretnek. A gyerekek felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a nap során. Minden kisgyermek arcára sikerült mosolyt csalni, és ez a legfontosabb.